Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Mentő helikopter népszerűsítette a véradást Szekszárdon. Vajon a virtuális fizetőeszközöké a jövő? A Szekszárdi Ágazati Képzőközpont mutatkozott be Dombóváron. 9 csapat mérte össze erejét a Tolna megyei döntőn. 2021 óta minden mentőhelikopteren található 2 egységvér. Hogy a súlyos sérülteket a lehető legmegfelelőbb módon el tudják látni, már a baleset helyszínén. Ennek az utánpótlása azonban még nem teljesen biztosított, ezért szerveztek véradást a légimentők az ország 7 pontján. A Tolna megyei helyszínt a Babits Mihály Kulturális Központ adta, a mentőhelikopter pedig a közeli Prométheus Parkban állomásozott. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit ezen a mai szekszárdi véradáson. Rendhagyó véradó kampányt indította a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen. A programot második alkalommal szervezték meg. Ez a mai nap mindenképpen fontos abból a szempontból, hogy ugye minden helikopteren van 2 egységvér, amit azért nem árt pótolni. És hát itt a nyári meleg után, amikor kevés a véradó, igazából úgy gondoltuk, hogy nem árt, hogyha besegítünk ennyivel, hogy véradókat toborzunk, szervezünk, ugye, akik a légimentésért rajonganak, illetve ugye a vérellátó szolgálat, a Vöröskereszt közreműködésével, itt a Babits Kulturális Központnak a segítségével, úgy érzem, egy nagyon szuper napot sikerül majd összehoznunk. Dr. Pászti Vere, a szekszárdi területi vérellátó vezető főorvosa azt hangsúlyozta, hogy a vér elengedhetetlen az élethez, és ezt csak az önzetlen emberek önkéntes adományából lehet pótolni. Ahhoz azonban, hogy minden betegnek elegendő vérkészítmény álljon a rendelkezésre, elegendő véradóra is van szükség. Magyarországon naponta 1600-1800 véradó jelentkezése kell ahhoz, hogy minden beteget el tudjunk látni megfelelő mennyiségű vérkészítménnyel. Aki már adott vért, az tudja, mert megtapasztalhatta, hogy a véradás nagyon jó érzés, és jó érzés tudni, hogy olyan módon segíthetett a gyógyulásra váró betegeken, ami semmi mással nem pótolható. Aki pedig még nem adott vért, az talán nem gondolkodott el rajta, hogy esetleg pont az ő véradománya kellene ahhoz, hogy egy műtétet időben elvégezzenek, vagy egy beteg hazatérhessen az otthonában. Ahhoz, hogy valakinek vére legyen szüksége, nem kell időskor vagy súlyos betegség, elég lehet egy nehezebb szülés vagy egy síkos jégfolt az aszfalton. Ne felejtsük el, hogy vére bármikor bárkinek szüksége lehet, ezért fontos lenne, hogy azok a 18 és 60 év közötti emberek, akik egészségesnek érzik magukat, úgy gondoljanak a véradásra, mint a segítségnyújtás egy lehetséges formájára, amely ráadásul nagyon különleges és egyedi, hiszen semmi mással nem pótolható segítséget ad a gyógyulásra váró betegeknek. Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ilyen érzékenyen gondolkodnak a társadalmi felelősségvállalásról, és megszervezték ezt a mai eseményt, hiszen ennek révén sok emberhez eljuthat a véradás pontosságának üzenete. És itt szeretném megköszönni rendszeres véradóinknak azt, hogy önzetlen segítségükkel folyamatosan biztosítani tudjuk a betegek vérellátását, hiszen nekik köszönhető, hogy nap mint nap tudjuk biztosítani a betegeknek a szükséges vérkészítményeket. És szeretnék előre köszönetet mondani mindenkinek, aki él a lehetőséggel, és a mai napon véradásra nyújtja karját. A rendezvény közben egy mentőhelikopter szállt le a szekszárdi Prométheus Parkba, de senkinek nem kellett aggódnia, hiszen nem bevetésre, véradásra és annak népszerűsítésére érkeztek. Ezen a mai eseményen az ország 7 pontján minden bázisunkhoz közel lehet vért adni a magyar légimentők szervezésében. Egészen pontosan a Magyar Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő, a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálatnak a szervezésében. Ez azért fontos, mert ugye hát véradás az mindig fontos, hiszen betegek életét menthetjük meg vele, és azt tudni kell, hogy 2021 óta minden egyes helikopteren rendelkezésre áll 2 egység nulla negatív vér, amit súlyos esetekben ugye azonnal a helyszínen be tudunk adni, és ezzel növelni tudjuk a sérülteknek a túlélési esélyét. Már minden bázison történt transzfúzió, van ahol több, van ahol kevesebb, úgyhogy úgy látjuk, hogy ez egy jó kezdeményezés, és immár ugye
több mint két éve lassan ez zökkenőmentesen működik, és hát ugye az a cél, hogy az a vér, amit mi esetleg nem használunk föl, az visszakerül az országos vérellátószolgálathoz, és kórházba vagy más helyen még felhasználásra kerül, tehát ilyen formán biztos, hogy beadásra kerülnek ezek a vérkészítmények. Mi most Pécspogányról érkeztünk ide, jelenleg még ott üzemel a bázis, viszont közben felépült hosszú idő után a Szekszárdon a légimentő bázis, és ennek átadása folyamatban van, illetve engedélyeztetése. Ha minden jól megy, akkor heteken belül átköltözhetünk, úgyhogy az idei telet már biztosan ott fogjuk tölteni. A mentőhelikopter nagyjából 60 km sugarú körben levő területekre ér oda 15 percen belül. Próbáljuk az országot úgy lefedni a 7 helikopterrel, hogy mindenhova ki tudjunk érni 15-20 percen belül. Jelenleg ugye Pécsről azért ennek a 60 km sugarú körnek a nagy része kilóg az országból, azáltal, hogy Szekszárdra kerül a bázis, így viszont országhatáron belül lesz az egész kör. Orbán Attila is a légimentésnél dolgozik, a tapasztalatairól beszélt stábunknak. 13 éve dolgozom, mint helikoptervezető itt a légimentőknél. Nagyon sok bevetésen voltunk, mindenféle, van jó tapasztalat és rossz is. Én szeretem csinálni. Nagyon fontos, ugyanúgy, mint a földi mentők munkája, milyen kis. Sokszor vannak olyan időfaktoros esetek, ahol a légi szállítás gyorsabb, és a beteg profitál belőle. Helyszínen is tudnak a kollégák vért adni, ha szükséges. Vannak olyan esetek, tehát van olyan baleset, ahol kivérzik a beteg, és muszáj neki vért adni. Tehát életmentő lehet. A véradás nagyon fontos dolog, és az emberek ezt nem veszik annyira komolyan szerintem, vagy sokan nem is foglalkoznak vele, amíg így fel nem hívják a figyelmüket, hogy szükség van a vérre, és nem lehet nagy készleteket felhalmozni. Tehát folyamatosan kéne vért adni. A nap különlegessége nem csak az volt, hogy az ország mind a 7 légimentő bázisának közvetlen közelségében egyszerre szerveztek véradást, hanem hogy a mentőhelikopterek az adott helyszínen állomásoztak, onnan riasztották őket, ha szükség volt rájuk. Hamarosan Tolna megye területeire is sokkal gyorsabban érnek majd oda a légimentő. Hosszú egyeztetések után sikerült a területet biztosítani, és Szekszárdon megépült a légibázis, és mivel Szekszárdon valósul meg a légibázis, az nagyon nagy öröm számunkra, mert így akkor még nagyobb biztonságban lesz Szekszárd és a környék lakossága, és hát így elérhető közelségbe kerülnek azok a kórházak, ahol a megfelelő szintű mértékű segítséget tudják biztosítani. Amikor társadalmi összefogásról van szó, akkor mi mindig mellé állunk a dolgoknak, és itt említeném meg a véradást és a véradásnak a fontosságát is. Gyakorlatilag addig még nincs baj, addig az ember egy kicsit úgy elengedi a füle mellett, de amikor gondok, problémák vannak, akkor mindenki természetes dolognak veszi, hogyha nekem nem elég 4 deci, akkor 1 liter, stb. Én ezekben szakmai dolgokban nem akarok belemenni. Nekünk a feltétel biztosítása a dolgunk és feladatunk, propagáljuk, mert hát ismereteim szerint azért a vérből nagyon sok gyógyszer is készül, és van, aki direktbe a vérkészítményeket megkapja, ami a életét jelenti, és ha jól emlékszem a dolgokra, akkor egy véradással 3 ember életét lehet megmenteni, és itt az előbb, amit említettem, ezek mellé, a társadalmi összefogások mellé mi mindig odaállunk, lehetőséget, feltételt biztosítunk, ugyanúgy, mint a város bármely pontján. És hogy miért adjon mindenki vért, aki megteheti? Hogy mások is túlélhessék. Befektetési szempontból nem a legbiztonságosabb, ugyanis az árfolyamra nagy hatással lehet, akár egy híres ember megnyilvánulása is. Kockázatát tekintve nagy rizikófaktorral rendelkezik, de a szerencsének köszönhetően akár rövid időn belül is meg lehet belőle gazdagodni. Lássuk, mit mond a szakértő a kriptovalutákról. A kriptovaluták még nem igazán elterjedtek, ám hozzáértők szerint ezek lehetnek majd a jövő fizetőeszközei. Volt egy időszak, amikor főleg arról ismertük a
kriptopénzeket, hogy fiatal tinédzserek a nagymamáiktól kaptak 20 dollárt, vettek belőle bitcoin, és aztán két év múlva vettek maguknak 3 Ferrarit. Valóban voltak ilyen történetek is, de alapvetően ez az időszak már sajnos mögöttünk van. Most már azért, hogy az elmúlt hónapokat nézzük, inkább lefele megy a kriptopénzeknek az árfolyama, mint fölfele. És hát nyilván egyébként előtte is lehetett azt tudni, hogy aminek nagyon-nagyon magas áremelkedése van, annak azért a másik oldalon is elképzelhető, hogy a dolgok, hogyha nem pozitívan, nem kedvezően alakulnak, akkor veszteség lesz majd ezekből a befektetésekből. Ezek roppant kockázatos befektetések, ez az egyik, ami fontos szerintem. A másik pedig az, hogy bár valóban kriptopénzeknek hívjuk őket, de azért ezek nem igazi pénzek, nagyon sok szempontból azért távol állnak a hagyományos pénzektől, alapvetően egyébként elsősorban pontosan a kockázat miatt. Ugye pontosan azért, mert hogyha megtakarítunk pénzt, akkor nem biztos az, hogy az a vagyon az holnap is a rendelkezésünkre áll. Tehát én nem ajánlom senkinek, hogy ilyeneket vásároljon, főleg úgy nem, hogy nem ássa magát bele a témába. Vannak egyébként érdekes kezdeményezések a világban, de azért azt tudni kell, hogy a többség, vagy sokkal több olyan kezdeményezés van, amely nem, hogy nem érdekes, nem, hogy nem hasznos, hanem kifejezetten átverésre alapul. Eleve azért hozták létre, hogy mit sem sejtő befektetőktől elvegyék a megtakarításukat. Tehát ilyen szempontból nagyon óvatosnak kell lenni, és nagyon meg kell nézni azt, hogy az ember, hogyha ebben a világgal szeretne foglalkozni, mert egy nagyon érdekes világ egyébként, akkor azért jól meg kell nézni azt, hogy mi az, amit az ember vásárol. Napjainkban már több mint 10 000 fizetésre használt kriptopénz működik, melyek közül mindegyik más értékkel rendelkezik. De vajon mitől függ az árfolyamuk? Ez egy remek kérdés, és alapvetően ezt senki nem tudja. Ugye mondhatnánk most a klasszikus közgazdász aranyszabályt, hogy kereslettől meg kínálattól, és ez nyilván persze alapvetően igaz, de senkinek nem segít, hogy megértse azt, hogy holnap mi fog történni az árával az adott kriptopénznek, és ez az igazán érdekes kérdés. Ami egyébként úgy látszik, hogy mozgatja mégiscsak őket, de azért nehéz ezeket megbecsülni, megfogni, az egyik az, hogy milyen úgynevezett hype-ja, tehát milyen népszerűsítése van ezeknek a kriptopénzeknek, melyik az, amiről éppen sokan beszélnek, sok TikTok videó készül róluk, és közszájon forog az adott kriptopénz, ezeknek általában növekszik az értéke. A másik, ami fontos egyébként, az pedig jelen pillanatban különösen érdekes egyébként ez, az a kamatkörnyezet. Tehát azt látjuk, hogy amikor a kamatok emelkednek, és most Magyarországon is látjuk ezt, az egész világban most ezt tapasztaljuk, az infláció növekedése miatt a kamatok is emelkednek. Mikor növekednek a kamatok, az általában nem segíti az alternatív befektetéseknek az értékét, hiszen ugye, ha jó a kamatláb, akkor az ember szívesebben rakja be a pénzét fix kamatozású megtakarításukba, és ilyenkor általában mást meg el szoktak adni, tehát az ára a más típusú befektetéseknek az nem szokott emelkedni, inkább csökkenni szokott. És ezt látjuk egyébként a kriptopénzeknél is, hogy amióta ez a kamatemelési ciklus elindult fölfelé, amióta a kamatok azok emelkednek, azóta azért a kriptopénzeknek az árfolyama az inkább szenved, mint emelkedne. Kétféleképpen juthatunk elektronikus valutához. Vagy vásárlás során, vagy bányászattal. Alapvetően ugye a bányászat elvileg demokratikus, bárki bányászhat, bitcoint legalábbis igen, most már Ethereumot azt nem feltétlenül, de bitcoint az mindenképpen, meg rengeteg más kriptopénzt is. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeket nagyon-nagyon erős gépekkel próbálják kibányászni. Tehát ha valakinek a laptopja, arra gondolt, hogy a laptopjára letölt egy programot, és majd a laptopján fog bitcoin bányászni, megteheti egyébként, van egy minimális esélye rá, de körülbelül annyi esélye van erre, mint hogy a következő 3000 milliárd évben valamikor történni fog egy pillanatban valami. Tehát icipici esély van arra, hogy valaki ezt a lottóötös gyakorlatilag kihúzza. Ugye azért mondom lottóötös, nem tudom bitcoinnál, aki most jelen pillanatban ki tudja bányászni a következő blokkot, 10 percenként keletkezik egy blokk, aki ki tudja ezt bányászni, ő 6,25 bitcoint kap ezért. Ez a mostani árfolyamok mellett ez több mint 100 000 dollár. Azért 10 perc alatt 100 000 dollár keresni az nem egy rossz órabér, tehát mindenképpen vonzó, mindenképpen kecsegtető, viszont azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez olyan körülbelül, mintha egy futóversenyen indulnák, ahol egyébként Maseratik is indulnak a versenyben. Nem túl nagy az esélyünk, hogyha nem egy brutál erős géppel veszünk ebben a versenyben részt. Nem túl nagy az esély annak, hogy mi leszünk majd a befutók. Egy icipici mindig van, de azért inkább a nagyok szokták ezeket a kibányászott bitcoinokat
megkapni. A másik fele az a vásárlás, az igazából mindenkinek van erre lehetőség. Rengeteg platform, rengeteg lehetőség van, ahol ezt megtehetjük, de azért, ahogy erre utaltam, mindenképpen óvatosan tegyük ezt meg, hiszen azért a kriptopénzeknél a múltban is láthattuk azt, hogy bármikor előfordulhat, hogy valaki akár az egész befektetett összegét elbukja. Nyilván nem a nagyoknál általában ez kevésbé szokott előfordulni, de azért voltak nagyoknál is egyébként ilyen sztorik sajnos, de a kisebbeknél azért elég komoly esélye van annak, hogy valaki megveszi ma, és holnap akár fele annyit, vagy még annyit se ér a befektetése. A Tolna megyei szakképzési centrum dombóvári duális képző partnerei egy fórumon ismerkedhettek a Szekszárdon 270 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létrehozott Gradum járműipari ágazati képzőközpont működésével. A szakképzési centrum több megyei helyszínen készül hasonló tájékoztató rendezvénnyel együttműködő partnerei számára. A Szekszárdon 270 millió forintos pályázati forrásból megvalósított ágazati képzőközpont munkáját ismerhették meg a duális képzésben partnervállalkozások képviselői Dombóváron. A Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja elmondta, hogy egy jól felszerelt műhely áll a tanulók rendelkezésére. Hát ez a projekt tulajdonképpen egy GINAP 627-es konstrukcióban megvalósuló projekt. Ennek a fő üzenete és fő célja az, hogy egy duális képzőhelyet, egy új típusú duális képzőhelyet hozzunk létre, amit ágazati képzőközpontnak hívunk. Elsők között hoztuk létre az országba. Ez elsődlegesen azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy hogyan lehet együtt gondolkodni, együtt működni különböző cégeknek és egy oktatási intézménynek vagy egy szakképzési centrumnak, abban, hogy a tanulók minél magasabb szintű színvonal, egyre színvonalasabb oktatásba részesülhessenek. Ebből az összegből most egy tanműhelyet szereltünk föl, ami egy kifejezetten gépjárműipari oktatásra alkalmas tanműhely. Oda most a csúcs technológiát vittük be, kifejezetten az e-mobilitásra fókuszálva elsődlegesen. Ez azt jelenti, hogy preparált hibrid autó, elektromos autó, és persze természetes módon a klasszikus benzines autó is ennek ellenére megvan a rendszerben, az ehhez kapcsolódó mérőműszerek, emelők, gépjármű szervizeléshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, és mellette pedig létrehoztunk egy Gradum Nonprofit Kft.-nek nevezett céget, amely cég kifejezetten duális képzőhelyként működik, ágazati képzőközpontként működik. Ez az ágazati képzőközpont jelen pillanatban közel 50 tanulónak a képzését végzi, és a specialitása az, hogy valójában oktatásszervezést végzünk ebben a Nonprofit Kft.-ben, és a tulajdonosaink a Kft. Tulajdonosi körére alapozva, az ő infrastruktúrájukra alapozva működik maga a tanulóknak a duális képzése. Én azt gondolom, hogy ez nem az iskolának a létesítménye, amiről most beszélünk, hanem ez egy klasszikus, valódi duális képzés kint a cégnél. Az iskolai műhely az azt a célt szolgálja, hogy az a lehetőség legyen biztosítva, hogy ami egy adott cégnél nincsen, vagy egy szerviz körülmények között nem mutatható meg, mert úgy kellene hozzányúlni egy autóhoz. Azt tudjuk megmutatni, tehát ez inkább egy ilyen kiegészítő tevékenység, nem ide visszük a gyakorlati képzést, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy ide olyan technológiát vigyünk be, egy olyan csúcs technológiát, ami adott esetben valamelyik képzőhelyen nincsen meg, és ezzel kiegészítjük őket. A diákok elméleti oktatása a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben, a gyakorlati képzés pedig a választott partnerszervezeteknél történik. Mi azt látjuk, hogy nagyon sikeres, és azt tapasztaljuk, egyre több helyről jön vissza, hogy a cégek azért vállalják a duális képzést, mert munkaerő utánpótlásra van szükségük, és egyre többen látják és belátják azt, hogy ezt akkor a legegyszerűbb biztosítani, ha saját maguknak nevelik ki a munkaerőt. Nagyon jó példa, hogy van olyan cégünk, ahol 17-18 tanuló volt az előző időszakban, és 7 tanulót foglalkoztatnak most már azóta, tehát végeztek, és most már munkavállalóként vannak benn, sőt, olyannyira megismerték őket, és olyannyira bíznak bennük, hogy most egy következő képzésre is beiskolázták őket. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, egy olyan folyamat, ami támogatja a fiatalokat,
támogatja a helyben maradást, támogatja a további tanulási utakat, tehát egy komoly életpályát tudunk biztosítani a gyerekek számára. Akkor lennék igazán boldog, hogyha azt látnánk, hogy további céges együttműködések is kialakulnak, és nem a klasszikus értelembe vett iskola cég közötti kapcsolat, hanem a cég és cég közötti kapcsolatok is ki tudnak alakulni. Ezek működnek egy más üzleti szempontból, viszont a képzési oldalon is nagyon fontos lenne, mert így egy sokkal nagyobb minőséget lehet elérni. Egyébként meg hát az infrastruktúrális fejlesztésben mindig szükség van fejlődésre, mindig szükség van nyitottságra. Nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk az elmúlt időszakban megvalósítani különböző területeken, részben pályázati forrásból, részben saját forrásból. De hát az a cél, hogy a szakképzésben tanuló gyerekek a lehető legmagasabb szintű oktatásba részesüljenek. A duális partnerek tekintetében a pénzügyi vállalkozási ügyviteli, valamint a logisztikai területen lenne még szükség együttműködő vállalkozásokra. Már nyílnak már megalakulnak olyan együttműködések, olyan cégek is beléptek, akikkel korábban nem volt partnerségünk, és nem volt duális képzőhelyik, vagy nem működött duális képzőhelyiként. Tehát ezen a területen is elindult egy mozgás. Itt még azért az igazság, ezt őszintén ki kell mondani, hogy itt még nem tudtunk minden diákunkat duális képzésbe vinni. A megyében több helyszínen is készül olyan rendezvénnyel a szakképzési centrum, ahol a duális partnerek tájékoztatását szeretnék megejteni, bemutatni számukra az ágazati képzőközpont működését. Arra törekedtünk, hogy azokon a helyeken, ahol a centrumnak iskolája van, ott mindenképpen legyen, azokon a helyeken, ahol erős a duális partnerség, erős az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolat, mindenképpen mutassuk meg ezeket a lehetőségeket, így jöttünk Dombovárra is. Az ágazati központban az elektromos és hibrid technológiák terjedéséhez alkalmazkodó, a régió lakossági és vállalkozói igényeinek megfelelő szakembereket képeznek ki. Szekszárd adott otthont az országos haditorna verseny Tolna megyei döntőjének, melyen 4 iskola 9 csapata mérte összetudását. A verseny győztese pedig 2023 tavaszán mérkőzhet meg az ország legjobbjai ellen. A megyei döntőkhöz érkezett az országos haditorna verseny sorozata. Tolna megye legjobbja címért 9 csapat versengett. Voltak olyan résztvevők is, akik már nem az első alkalommal indultak el a megmérettetésen. Mi Szekszárdra jöttünk a Csapó Dániel technikumból. Én már itt harmadjára vagyok. Voltunk tavaly előtt az országoson is. Igazából nagyon szeretem ezt a versenyt, kihívásokkal teli. Legjobban talán lövészetet és az akadálypályát szeretem, de az összeset igazából nagyon. Nekünk még a távbecslés van hátra, illetve az első segély. Én azt gondolom, hogy egészen jól teljesítettünk, és hogy jól fogjuk zárni ezt a napot. A versenyzők számára igazi presztízs kérdés, hogy melyik csapat képviseli majd Tolna megyét a 2023 tavaszán vagy nyarán megrendezésre kerülő országos döntő. Szekszárdi Ady Endre Technikumis Kollégiumból érkeztünk, honvéd kadétok vagyunk. Hát minden évben van ilyen verseny, évi 5-6 versenyen részt kell vegyünk. Ez is egyike. Most új helyszínen van, eddig a szekszárdi sportpályán volt. Ez most egy új helyszín nekünk is. Hát több ilyen számban van váltófutás kalasnyikovval, gumikarabéja természetesen. Vannak gránátdobások, lövöldözünk, minden egyéb tevékenység itt látható. Nem túl kimagasló az eredményünk a többiekhez képest, mert a társak is nagyon képzettek, nagyon sokat sportolnak, de amit tőlünk telt, azt megtettük, szóval én büszke vagyok a csapatra. Az új tereppel nem csak a versenyzőknek kellett megismerkedniük, az akadályok építése a szervezők számára is fejtörést jelentett. A mai eseményünk itt Sötétfőből gyermektáborban történik. Ez az országos haditorna versenynek a Tolna megyei döntője. Szeptember 2. hete és október 2. hete között zajlódik az esemény. Annyit kell pontosan tudni róla, hogy minden 19 megyében, illetve Budapesten megrendezik az országos haditorna versenyt, és a megyei
versenyek győztesei kerülnek az országos döntőbe. Az országos döntőt jelenleg 2023 tavaszán vagy nyarán fogják végrehajtani, vagy Budapesten, vagy pedig a tavalyi évekhez hasonlóan, tavaly előtt évekhez hasonlóan Balatonkenesén. Az országos haditorna verseny egy olyan megmérettetés, amiben minden középfokú intézmény képviseltetheti magát. Tolnamegyen valamennyi középfokú intézményével kiküldtük a meghívókat. Jelenleg 4 iskola jelent meg a versenyen, és mindegy 9 csapattal képviselik az iskolájukat. A versenykírásról szereplő akadályokkal ismerkedhetnek meg a versenyzők, ezt a versenykírásból ők megkapták. Ebben van lövészet, van kézigránátdobás, egészségügyi ismeretek, van egy honvédelmi totó, akadálypálya, van egy távbeszélés figyelés, valamint van egy fegyveres váltófutás. Van egy mátrix feladat, ahol a tájékozódási képességükről győződhetünk meg, illetve azt mérik fel a kollégáim. Nem csak az erdei pálya, de a nyírkos és csúszós felázott tala is megnehezítette a versenyzők dolgát. Nagyon kihívás mindenféleképpen az akadálypálya jelenti a részükről. Minden évben próbáljuk úgy összeállítani az akadálypályának az elemeit, hogy ne ismétlődjön meg az előző évi akadály. Mivel kint vagyunk és sötét fölgyben a gyermektárba, itt azért nagyon jó a lehetőségek, hogy olyan pályát állítottak össze a kollégáim, ami azért eltér a tavalyi pályától. 1-3-at díjazzuk, valamint a Tolnamegyei Védelmi Bizottság felajánlotta a legjobb, a legkatonásabb csapat részére egy külön díjat. A Magyar Tartalékosok Szövetségének a Tolnamegyei Szervezete felajánlotta egy vándorserleget, amely a legjobban lövő csapat részére kerül átadás az RM hirdetésen. Erről annyit kell tudni, hogy ha egy iskola 3 alkalommal megnyeri a vándorserleget, akkor végképp az ő tulajdonokba kerül ez a serleg. A Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub szintén felajánlott egy elismerést, ezt pedig a Mátrix feladatban résztvevő leggyorsabb végrehajtást végrehajtó csapat fogja megkapni. A Déli Agrár Szakképzési Centrum, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium. Csapó 2. csapata nyerte a tornát, így ők képviselik megyénket a Magyar Honvédség országos haditorna verseny országos döntőjén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!